Hát a Balatonon gyakorlatilag nincsen jég, a partokat leszámítva néhány kisebb helyen megragadt a jég, de egy korcsolyázni nem csak nem szabad, hanem most nem is lehet. Egyébként, ha alkalmas lenne a korcsolyázással a terület, akkor a Balaton-Almaty Városi Önkormányzata a Veselényi strandot kijelölné jégpályának, de a meteorológiai előrejelzést is ismerve valószínű, hogy erre az idén már nem fog sor kerülni. Az idei szezonban szerintem nem fog befagyni a Balaton, mert már egy kicsikét késő van, tehát ilyenkor februárban már nem szokott olyan nagy hideg lenni, vagy hogyha van, de napközben meg egyre hosszabbak a nappalok, és akkor az meg olvasztja, most is olvad, ez a véleményem. És szeretni egyébként? Vagy szoktak esetleg annak? Szeretnénk, persze. Hát én nem korcsolyázok már, én régebben korcsolyáztam, korcsolyám sincsen, de élvezettel nézem, ahogy mások csinálják, gyerekek, unokák, úgyhogy ez a helyzet. Hát én is úgy gondolom, hogy nem fog befagyni az idén, tehát már valóban tavasz felé megyünk, és nem csak ez az optimizmus mondottja velem, hanem azt gondolom, hogy befagyott volna már. Tehát úgy emlékszem, hogy inkább december-január volt az eddig, amikor olyan telünk volt. És hát a téli sportok azok engem is már csak messziről érdekelnek, de hát nem bánnám, ha befagyna, mert akkor jönnek a vendégek, a turisták és az unokák, és akkor itt koriznak. Tehát végül is jó az, hogyha befagy. Almádinak is, meg hát szép is.